Szexhárdon lelassultak a folyamatok, és nem mennek a projektek. Ezt írt a figyelemfelkeltő levelében Olá Gábor, regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár Ács Rezsőnek. Az államtitkár arra is rávilágított, hogy egész Magyarország területén Szekszárd áll a legrosszabbul a megnyert pályázatok végrehajtásával, és lassan egyes projektek ki is csúsznak a megvalósítási határidőből. Ennek okán találkozott Szekszárd város polgármestere a helyettes államtitkárral, hogy egyeztessék a továbbiakat. Ács Rezső megerősítette, hogy a város mindenképpen szeretné véghez vinni a tervezett beruházásokat. Ehhez kért támogató hozzáállást és a szerződések határidejének meghosszabbításában aktív közreműködést az államtitkártól és a pénzügyminisztériumtól. Sajnos azt közösen megállapítottuk, hogy a 2020-as évben közül is nem hozom meg azon döntéseket, amelyek a topos projektek, Zöldváros például előrehaladását segítenék, hanem inkább akadályozzák a város közülésében többséget kitévő észfrakció tagjai is a munkát. A város egyik legnagyobb összegű toppos beruházása egy 4 milliárd forintos útfejlesztéshez köthető. A pályázatban szerepel a Kesselyűsi út teljes felújítása, aminek gazdaságfejlesztő hatása van, hiszen többnyire az iparterület megközelítését szolgálja majd. Egy kerékpárút építése, a Mátyás Király utcai átjáró megnyitása és egy új körforgalom építése a Szekszárdon található legnagyobb áruháznál. Most úgy néz ki, hogy ebben is jelentős csúszás van az idei döntés képtelenségnek köszönhetően, és veszélybe került, az ez 4 milliárd forintról szól ez az egész keletösszeg egyébként, hogy veszélybe kerültek ezek a fejlesztések. Mi azon dolgozunk, hogy ezek megvalósuljanak, legyen biztonságos kerékpárút a Kesselyűsi útra, úttal párhuzamosan ki a Gemencbe. Hiszen egy másik pályázati lehetőséggel a Modern Városok program keretein belül az ökocentrum fejlesztését is tervezik, és a megyeszékhely polgármestere fontosnak tartja, hogy azt kerékpárral is biztonságosan meg lehessen közelíteni. Ács Rezső azt mondja, mindenképpen azon dolgoznak, hogy a toppos forrásokat ne veszítse el a város. Vannak határidők, amik az uniótól függenek, azokat nehéz meghosszabbítani. Ami a magyar kormánytól függ, azokat meg tudjuk hosszabbítani, és egy a fontos, hogy a pénzügyminisztérium szempontjából egy támogató hozzáállást tapasztaltunk. Azt láttuk, hogy helyettes államtitkár úr meg akarja oldani ezeket a kérdéseket és gondokat, és ebben a város vezetése mellett áll, és minden olyan kérdést támogat, ami előre viszi ezeket a fejlesztéseket és beruházásokat. Egyik legégetőbb határidőt már sikerült is meghosszabbítatni a polgármesternek. A Baka István általános iskola felújítását október 31-éig kell befejeznie a kivitelezőnek. Ezzel megoldódni látszik az a probléma, amire néhány napja derült fény, vagyis hogy az EN Szekszárd még idén elkezdeni az iskola felújítását, ami azzal járna együtt, hogy a gyerekek és tanárok a koronavírus járvány idején összezsúfolódjanak az iskola egyik felében. A polgármester azt mondja, semmiképpen nem kell télen tanítási időben végezni a felújítást, a téli, tavaszi és nyári szünet elegendő lehet a beruházás végrehajtásához.